Lukács Tamás vagyok, a Házhoz vagy a Zenede Oktatási Centrum logisztikai vezetője. Ebben a projektben 3 teherautóval járjuk szerte Magyarország környéki országokon magyar lakta területeket. Számomra fontos, hogy mindenhova biztonságból érjünk mindenhányan, és már sok 10 000 kilométeren keresztül ezt szerencsésen megoldottuk, és nagyon nagy élmény ezzel a csapattal úton lenni. Minden egyes pillanatát nagyon szerettem, meg remélem szeretni is fogom jó sokáig. Kondella Krisztián vagyok, a Házhoz vagy a Zenede hangszersimogatónak a vezetője. Ez a hangszersimogatás az abban merül ki, hogy a turné alkalmával a Yamahától kaptunk hangszereket, és ezeket a hangszereket gyerekeknek tudjuk megmutatni, hogyan kell rajta játszani, vagy milyen hangja van egy hangszernek. László Zsolt vagyok, a Házhoz megy a Zenede hangszersimogatójának egyik szakértője. Óriási élmény számomra, hogy ennyi csillogószemű, csapzott, leízott kisgyermeknek dobverőt adni a kezébe és végignézni, hogy kibontakozik a hangszeren. Sokuk életében először van koncerten, életükben először találkoznak testközelből a hangszerekkel. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó szikrát tudunk nekik adni, hogy elinduljanak a hangszeres tanulás rögös útján. Lukács Dominik vagyok, és a hangszersimogatóban én felelek a gitárok. Nagyon nagy örömöm lelem abban, hogy gyerekeknek így be tudom mutatni a hangszeremet, amin én is játszok, és amin én is örömömet lelem benne. Monori Tamás vagyok, a Házhoz megy a Zenede technikai vezetője. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon izgalmas kis projekt, amivel részt veszünk ebben a turnéba technikailag, hiszen nem csak arról van szó, hogy van egy profi zenekar, hanem a profi zenekar mögé profi technikát fogunk biztosítani, és biztosítunk is. Nem csak hangban, hanem fényben, ami egy globális látványt biztosít a gyermekeknek, és egy profi hangrendszert biztosítunk a produkciónak, azért, hogy ez így összességében egy olyan képet biztosítson, és hangzást, amire azt mondják a gyerekek, hogy ezt szeretnék még egyszer, hogyha eljutna hozzájuk. Úgyhogy arra törekszünk, hogy a legmagasabb szinten kiszolgáljuk a zenekart, a csapatot, és természetesen a kedves közönséget is. Baric Gergő vagyok, előadó. Óriási szerencsémnek tartom, hogy közel 6 éve erősíthetem a Házhoz megy a Zenede csapatát. Olyan célokat tűzött ki szerintem ez a projekt maga elé, amiket még az elején fel se foghattam volna. Viszont így ezzel a pár kilométerrel mögöttem biztosan állíthatom, hogy még mindig tartogat számomra meglepetéseket és gazdagítja az életemet és a tapasztalataimat továbbra is. Kovács Felicián vagyok, 2,5 éve vagyok a Házhoz megy a Zenede billentyűse. Az előadások során az előadó művészet teljesen más részét tapasztalom, mint amit eddig átéltem az elmúlt 10 éves szakmai életemben. Egyszerre szórakoztatunk, egyszerre inspiráljuk a gyerekeket a hangszertanulásra, információt adunk át a zenetörténetről, és azok a csillogó szemek, amik visszatekintenek ránk, mindennél többet jelent egy-egy előadás után. Köpöncei Dániel vagyok, basszusgitárosként csatlakoztam a Házhoz megy a Zenede projekthez. Felvidéki magyarként kiemelten fontosnak tartom azt, hogy nem csak anyaországi, hanem a teljes Kárpát-medence külhoni magyar gyerekei is láthatják a pop és rock történeti előadásunkat. Monori Gergő vagyok, a Házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum vezető hangmérnöke. Sok éve dolgozunk már együtt a csapattal, és nagyon szeretjük a
folyamatos koncertezést. Számomra nagyon fontos a gyerekek és az előadó művészek számára, hogy komfortosan és úgy érezzék magukat, mintha egy igazi aréna koncerten lennének. Le kell menni kutyába, légy a kutyák királya, ne királyok kutya, jó! Kupasz kutya, csókolj meg, kupasz kutya, harap meg, kupasz kutya, csókolj! Mezei Gábor vagyok, és a fő feladatom dokumentálni az eseményt. Elsősorban fotókat készítek. Nagyon megtisztelő feladat egy ilyen, tulajdonképpen rendkívül kiszámíthatóan sikeres produkcióban mindig megtalálni azokat a boldog pillanatokat, amiket időről időre látok. Ezeket nekem nagyon hálás feladat megörökíteni. Bordás József vagyok, a Házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum vezetője. És 12 évvel ezelőtt azzal a célon hoztam létre ezt a produkciót, hogy az általános iskolában és a középiskolában tanuló gyermekeknek megmutassuk a könnyű zene fejlődését, és ösztönözzük őket a hangszeren tanulásra. Nagyon fontos, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával most már harmadik éve járjuk Kárpát-medencét. Ebben az évben eljutottunk Erdélybe, Felvidékre, a Vajdaságba, és Magyarországon is számos előadást tartottunk. Több mint 118 ezer gyermek látta az előadást szeptembertől februárig. Egy olyan 12 tagú stáb dolgozik a hátunk mögött, hang, fény, vizuál technikával, színpad technikával, sofőrök, művészek, akik szívvel, lélekkel azért dolgoznak, hogy az új generációhoz eljusson az élő zene szeretete, és ösztönözzük őket a hangszeren tanulásra.